Sziasztok! Na még egyszer, ma a hangról fogok beszélni. Szóval a hangról fogok beszélni. Az ember körülbelül 20 és 20 ezer herc közötti hangokat hall, legalábbis fiatalkorban. Aztán a magasabb frekvenciák, hús. Én például emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, a nagyszüleim nem hitték el, hogy hallom az ultrahangos patkányriasztót, úgyhogy azzal szórakoztak, hogy a hátam mögött kapcsolgatták ki meg benne, nekem meg kellett mondanom, hogy mikor szól és mikor nem. Hát az én időmben még ilyen volt egy generációkat összekötő interaktív közösségi játék. Micsoda gyerekkor. Az emberi fül... A fiatal emberi fül tehát ezt a körülbelül 20 ezer herces tartományt tudja feldolgozni. A kutyám sávszélességben jobban teljesít, körülbelül 70 herctől 45 ezer hercig hall. Kumisz, gyere ide! Már amikor kedve van hozzá. A kutya fülénél tehát még kisebb tartományt fogunk át, de még mindig jobbak vagyunk, mint egy csirke vagy egy tonhal. Szóval mi egyáltalán nem állunk rosszul ezzel a körülbelül 20 ezer herces sávszélességgel, de annak idején, amikor a mobiltelefonok még csak a szárnyaikat bontogatták, bizony még ebbe is beletört a bicskájuk, az antennájuk. Na jó, nem szó szerint. Úgyhogy a mérnökök le is nyisszantottak a sávszélességből, és átvitelre csak a 300 és a 3400 Hz közötti freki tartományt használták. Na, ácsi, ez körülbelül 17 000 Hz-el keskenyebb tartomány, mint amit az emberi fül hallani képes. Akkor hogy tudtunk eddig telefonálni? Nagyon jó kérdés, örülök, hogy nektek is eszetekbe jutott. Ezen az alkalmazáson valós időben nyomon lehet követni a beszédhangom spektrogramját. Az elszíneződések az 500 Hz alatti tartományban a legmarkánsabbak. Persze jól látható az is, hogy bizonyos fokú ismétlődések jóval szélesebb sávban is megfigyelhetők. Ez azért van így, mert a beszédhang nem csak egy alapfrekvenciából áll, hanem sok-sok úgynevezett felharmonikusból is. A felharmonikusoknak köszönhetjük például az egyedi hangszínünket, de ezek nélkül érzelmeket is csak erős kötöttségek között tudnánk közvetíteni a hangunkkal. Hol lenne akkor a maró irónia? Na persze. A tűz és a szenvedély. Mua! És a nevetésünk csilingelése. Ha úgy tetszik, ez a hangom új lenyomata. Ehhez képest ez az a tartomány, amiben az özönvíz előtti mobiltelefonok működtek. Szóval elég sok minden átment rajtuk, de látható, hogy bőven lett volna hely még odafenn. A húsvérhanghoz képest ilyenkor a hangszín fakóbb, az érzelmi töltet sivárabb, az emberi kapcsolatok kiüresednek. Na jó, ennyire azért nem rossz a helyzet, de azért valljuk be, hogy a hang csak, hogy is mondjam, telefonminőségű. Márpedig a hangminőség kérdése meglehetősen lényeges egy olyan iparágban, aminek az egyik legerősebb pillére a hangátvitel. A minőség javítása több irányból is feladta a leckét a mérnököknek, a teljesség igénye nélkül nézzünk néhány példát. Meg kellett oldani például, hogy a hangot megfelelő minőségben tudjuk tömöríteni, átvinni és újra kibontani. Ehhez pedig megfelelő számítási teljesítmény kell nem csak a telefonokban, hanem a bázisállomásokon is. Vagy például kellenek jó hangkodekek, amelyek közül aztán a telefonunk ki tudja választani az épp adott környezetnek leginkább megfelelőt. Ja, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy úgy kellett kialakítani a hálózati szabványokat, hogy azok bírják a megnövekedett adatforgalmat is. De van egy jó hírem. A számítástechnika és az elektronika masszív léptekkel fejlődik, úgyhogy az új telóknak és a harmadik és negyedik generációs mobil kommunikációs technológiáknak ez már szinte meg se kottyam. Ez az, amit úgy látok a telefonotokon, hogy 3G vagy 4G. Hát a marketingesek nem vitték túlzásba az agyalást az elnevezéseken. Oké, a 4G-t LTE-nek is hívják, vagy LTE-nek, tehát Long Term Evolution-nek, vagyis hosszú távú fejlődésnek. Jó, a 4G és az LTE nem pont ugyanazt akarják, de nekünk mezei felhasználóknak jó közelítéssel ezek szinonim fogalmak. Fogadjunk el ennyi egyszerűsítést, jó? A 4G-nek köszönhetően mi, emberiség már arra is képesek vagyunk, hogy a hangot internet alapú hálózatokon továbbítsuk. Ismerős ez valahonnan? Bizony, ilyen a jól ismert VoIP, legalábbis így van leírva, sose tudtam, hogy kell kimondani, tehát a Voice Over Internet Protocol, tehát az internet protokoll alapú hangátvitel, de mivel itt LTE-ről van szó, ezért valószínűleg precízebb, hogyha azt mondjuk, hogy VoLTE, vagyis Voice Over Long Term Evolution. De ha szimpatikusabb úgy, hogy 4G hang, ám legyen. A Telekom például, aki épp most vezette be ezt a szolgáltatást Magyarországon, ezen a néven igyekszik ezt a köztudatban megfuttatni.
A kettő lényegében némi megkötéssel egy és ugyanaz. A jövőben pedig kétségkívül egyre nagyobb hangsúlyt kap majd a Volte, és nem csak azért, mert jobb minőségű lesz így a hang, amit át tudunk tolni, hanem azért, mert sokkal gördülékenyebben tudjuk majd a kapcsolatot kialakítani, és telefonálás közben ugyanúgy megmarad majd a 4G sebességű adatkapcsolat is. Igaz, ehhez olyan készülékre van szükség, amely képes támogatni a 4G hangot, de nyugi, várható, hogy a közeljövőben széles körben elterjednek ezek is. Hát, lényegében ennyi. A videó elkészítésében köszönöm a szakmai segítséget dr. Tremmel Jánosnak, a Magyar Telekom IP és központhálózatok igazgatójának. Egyébként vele beszélgettünk ezen a héten a podcast adásunkban, volt szó mobil technológia történetéről, 4G hangról, és arról, hogy mit hozhat vajon a jövő a telekommunikációban. Az adás linkjét itt és a videó alatt találjátok. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!